Ként miért Izrael ellenesek? A cionizmus az, amelynek mentén megalapították a zsidó államot. Ez egy újfajta zsidó kreálmány, amely a materializmusra és a nacionalizmusra épül. A zsidóknak egyetlen feladatuk van, Isten szolgálni, nem pedig államot alapítani. Lehet, hogy ez most ironikusan hat, de valójában a Tóra és a törvényeink tiltják a zsidóságnak önálló állam létrehozását. Nekünk még egy zsebkendőnyi területet sem szabadna birtokolnunk. 2000 éven keresztül az igaz zsidó emberek, az inkvizíció, a keresztrefeszítések és sok-sok szenvedés ellenére sem vásároltak földet, és nem próbáltak államot alapítani sem. Ez még ma is világos, és azok, akik igazán ismerik a Tórát, tudják, hogy még lakatlan területeket sem vehetünk birtokba. Az a tény, hogy létrehozták Izraelt úgy, hogy azon a területen már laktak palesztinok, ezáltal a Tórának egy másik törvényét is megszegik, amely szerint tilos ölni és lopni. Együttérzőnek kell lennünk, és hívő emberekhez méltóként kell viselkednünk. Izrael állam léte és működése minden szempontból ellentétes a Tóra tanításaival. Ez szemben áll azzal, amit valójában az igazi zsidóság képvisel. A zsidók szerte a világban, akár Jeruzsálemben, New Yorkban, vagy itt Londonban, minél vallásosabbak, annál inkább anticionisták. Mi New Yorkból jöttünk, Manhattan túloldaláról, ott egyetlen izraeli zászló sincs, pedig ott él a legnagyobb létszámú zsidó vallásos közösség. Itt Londonban, Stamford Hillen is elvétve találni izraeli zászlót. Miért? Mert az emberek minél többet tudnak a vallásról, minél jobban értik, annál inkább tudják, hogy elfogadhatatlan Izrael állam léte. Elfogadhatatlan a palesztinok leigázása és elnyomása. Van nálam egy könyv, amelynek a címe a Tóra szembenállása a cionizmussal, amelyben történelmi dokumentumok is megtalálhatóak. Ebben olvasható, hogy Palesztina vezető rabbija 1947-ben, egy évvel Izrael megalapítása előtt az ENSZ-hez fordult, arra hivatkozva, idézem, szeretnénk kifejezni Izrael állam alapítása elleni határozott fellépésünket, tiltakozunk az ellen, hogy Palesztina bármely részén a zsidók államot alapíthassanak. Palesztina főrabbija mondta mindezt, és Izrael megalakulása óta is tart ez az ellenállás. A hívő zsidó közösségek akkor is ellenezték, és most is ellenzik. Kiadtak egy könyvet, amelynek címe A rabbik felszólalnak. Egy válogatás az európai és közel-keleti történetekből. Legyenek magyarok, londoniak, mindegyik azt mondja, Izrael állam léte elfogadhatatlan. Sajnálatos módon Izrael mégis létezik, és több mint 60 éve okozója a palesztinok és a zsidók szenvedéseinek és a vérontásoknak. Ez a legnagyobb oka a jelenkori antiszemitizmusnak szerte a világban. Mert sajnos az emberek összekeverik a cionizmust és a valódi zsidó értékrendet. És ahogy szembesülnek Izrael viselkedésével, mindez kialakítja a zsidósággal szembeni bizalmatlanságot és a zsidó gyűlöletet. Ez okozza az antiszemitizmust. Az anticionista nem egyenlő az antiszemitával. Persze a cionisták az Izrael ellenesek mindegyikére rá akarják fogni, hogy antiszemiták, ez a taktikájuk része, akárcsak az, hogy összezavarjanak mindenkit. Izrael éppen ezért használ zsidó szimbólumokat, például a Dávid csillagot, hogy leantiszemitázhassanak akárkit. A cionizmus merőben más, mint a judaizmus. A judaizmus Isten szolgálatát jelenti. A zsidók, a muzulmánok és a keresztények évszázadok óta együtt éltek békében Palesztinában,
és más muzulmán országokban. Ennek semmi köze sincs ahhoz, hogy kinek milyen vallása van. A probléma abból adódik, hogy a cionizmus egy körülbelül 100 éves politikai mozgalom. Abból a célból hozták létre, hogy elősegítse Izrael állam megalapítását. Kizárólagosan olyanok számára találták ki a cionizmust, akik támogatták a zsidó állam létrejöttét. A cionizmus egy hazugságon alapuló politikai mozgalom, de mindezt vallási köntösbe öltöztetik azzal a szándékkal, hogy megfélemlítsenek másokat. Éppen ezért kötelességünk felszólalni ez ellen, és az emberek tudomására hozni ennek visszásságait. Az anticionista tehát nem antiszemita. Isten segítségével, mert az Úr igazságos, egy nap Izrael állam megszűnik. Ugyanis annak léte teljesen ellentétben áll Isten akaratával. Mi azért imádkozunk, hogy gyorsan, békésen, szenvedések nélkül történjen meg Izrael állam megszűnése. Ez fontos a palesztinok és a zsidók számára, valamint mindazok szempontjából, akik Izrael állam létezése miatt szemben állnak egymással szerte a világban. Akik felszólaltak a cionizmus ellen, azokat azonnal megrángalmazták. Éppen ezért imádkozunk, hogy mindez gyorsan és békésen megszűnjön. Bocsánatot kérünk a cionista zsidók nevében is, akik folyamatosan az összzsidóság képviselőjeként szónokolnak. Ez nagy fájdalmat okoz nekünk. Most érkeztünk New Yorkból, és rengetegen azzal kerestek meg minket, hogy hogyan tudnám megállítani a cionisták okozta támadásokat és szenvedéseket. Bízom abban, hogy Isten segíti céljainkat, és rövidesen elérjük mindazt, amit szeretnénk. Mivel kell szembesülniük, ha céljaikat el akarják érni? Kollégáim a Szentföldön, amely megszállás alatt áll, brutális támadásokat élnek át. Ez csak néhány kép hollapunkról, amelyeken látható, hogy több ezer zsidót vernek meg Palesztinában, az Izrael által megszállt területeken, mindössze azért, mert tiltakoznak a zsidó állam ellen. Miért tiltakoznak? Mert ez egy Istennel szembeni cselekedet. De nem csak ez. A cionista Izrael mindent bemocskol, ami szent. Nem csak megtámadnak palesztinokat, hanem sírokat szentségtelenítenek meg, a helyükre utat vagy hotelt akarnak építeni. Minden további nélkül felásnak egy egész temetőt. Például Kairóban úgy építettek körgyűrűt, hogy oszlopokkal megemelték az utat, hogy ne az alatta fekvő zsidó temetőre építkezzák. A zsidó államban viszont ezt nem veszik figyelembe. Nincs bennük tisztelet. Minden zsidó hadköteles Izraelben, ám mi inkább meghalunk, mint hogy a zsidó államot támogassuk. Megtámadnak minket, megvernek minket, és ahogy láthatjuk, mindez hívő testvéreim ellen irányul. És ez jelenleg is zajlik. A világ pedig szinte semmit nem tud mindezekről. Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy nem egy kis közösségről beszélünk. Például itt, a Fehérház előtt, amikor Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnöke, és Barack Obama, amerikai elnök tárgyalt, több tízezer zsidó tiltakozott Izrael ellen. Mindenhol, ahol élnek vallásos közösségek, rettegnek, hogy mi történik velük, ha kiállnak Izraellel szemben. Több százezernél is többen lennénk, ha mindenki kimerne állni Izraellel szemben. Ez Manhattanben van, az izraeli nagykövetség előtt, ahol rendszeresen tiltakozunk, ám erről a média nem számol be, mert a média is fél. De ettől függetlenül ez létező dolog. Minél vallásosabbak vagyunk, annál jobban ellenállunk Izraelnek. Jeruzsálemben több tízezer zsidó tüntetett,
Mert hogy az nyilvánvaló, hogy Izrael nem azt képviseli, mint a zsidóság. Egyszerűen elrabolják a judaizmust, az identitásunkat sajnos fegyverként használják, hogy elnyomjanak embereket. Minél nagyobb a vérengzés, annál nagyobb a támogatás. Ugyanis a szörnyűségeket arra használják fel, hogy elmondhassák, nézzétek, mennyit szenvednek a zsidók. Éppen ezért támogassátok Izraelt. Ez egy tragédia. Ezért fontos, hogy a világ megértse a különbséget. Éppen ezért kérünk bocsánatot a cionista zsidók nevében, akik nem mi vagyunk. Imádkozunk, hogy Izrael minél hamarabb megszűnjön. Reméljük, harmóniában tudunk majd élni mindenkivel, akárcsak Izrael állam létrejötte előtt. End of the occupation, and that we can live together all in harmony as we've had for so many hundreds of years. Hogyan hallottak a Jobbikról? Rengeteg kollégám utazik rendszeresen Magyarországra. Az őseim magyarok. A nagyszüleim Auschwitzban haltak meg, a dédszüleim Magyarországon nyugszanak. A mai világban létezik rengeteg alternatív média, ahol értesültünk arról, hogy a Jobbik is anticionista, és emiatt támadják őket. Éreztük, valami nem kerek ebben, és éreztük ebben a cionista agressziót is. Éppen ezért kötelességünknek tartottuk, hogy kiálljunk mellettük. Őseimet tekintve pedig én is magyar vagyok. Édesapám és édesanyám is Magyarországról származik. Szóval én is magyar vagyok.